Üzenetem Botka Lászlóhoz. Tisztelt Botka László! Örömmel értesültem mai lemondásáról. Nem azért, mert ezzel Orbán erősíti valójában, nem. Hanem azért, mert ismét igazolás nyert az, amit a hazapártja megalakulása óta képvisel. Az, hogy hazugságra igazságot építeni nem lehet. Az önkudarca valójában nem a Fidesz munkájának tudható be. Hanem annak, hogy semmilyen valóság és igazság alapja nem volt az ön által meghirdetett irányvonalnak. Úgy, ahogy semmilyen igazságtartalmuk nincs azon pártok irányvonalainak, akikkel elképzelte az összefogást. Új politika meghirdetésével, ami a Fidesz rendszerének a végét jelenteni. Elsősorban azért nem, mert a Fidesz rendszere egyelőre az önök rendszere is hiszen önök úgy akartak új politikát hirdetni, hogy egyszer sem mertek szembenézni az évszázad, ha nem az évezred legnagyobb magyar pusztító, emberrontó, egészségromboló és az országból való elüldözést eredményező kifosztással. Tisztelt Botka László! Amiután Gyurcsány elhagyta az MSZP-t, a nép érdekét saját büszkeségem elé helyezve Felkerestem a békésmegyei szocialistákat, hogy hajlandóak lennénk félretenni a nézeteltéréseinket, ha az MSZP felvállalja a devizát nem látott devizahitelesek, de valójában állami szintre emelt köztörvényes bűncselekmények által megnyomorított 3 millió felnőtt állampolgár ügyének képviseletét. Ehhez minden szükséges bizonyítékot és közel egy évtized alatt megszerzett ismereteket a pártjuk rendelkezésére bocsátjuk. Hetekig vártunk hivatalos választ, mely soha meg nem érkezett, majd a megyei vezetők annyit közölt, hogy elég sok pártirodájuk van az OTP bank tulajdonában, és igen kedvező feltételekkel használják önök azokat. Tisztelt Botka László! Önök úgy akartak volna rendszert váltani, hogy a rendszer legnagyobb károsultjainak problémáját még említési szinten sem vállalták fel. Enélkül, az évezred kifosztásának rendezése és elkövetőinek felelősségre vonása nélkül nem lehet rendszerváltásról beszélni, és ez be is igazolódott az ön nagy lendületének így meredek ellaposodásával. Nem az ellenzéket kell győzelemre vezetni, hanem a népérdeket. Az önök tervéből ez véletlen kimaradt, és a kudarc már a csírájában el volt hintve a kezdeményezésnek. Ma Magyarországon egyetlen nagy koalíciót lehet létrehozni az Orbán által vezetett korrupciós rendszerrel szemben, és ez nem a DK együtt PM és egyéb tartalom nélküli párt koalíciója, hanem a kifosztottak koalícióját kell szembeállítani az állami szintű bűnözés oligarcháival. Ha ebben önök partnerek, akkor lesz rendszerváltás. Ha ebben önök sem partnerek, akkor nem az a baj, amit ön mond, hogy nem ismerte fel azt, hogy a demokratikus pártok nem akarnak győzni 2018-ba, hanem az, hogy önök is továbbra zöld utat, egérutat akarnak biztosítani a nép és az ország kifosztóinak. Végezetül, de nem utolsó sorban. Az évezred kifosztásának valós rendezése, a kifosztottak kárpótlása, a hátramaradt árvákról való gondoskodás és a csányi sándorokféle köztörvényes bűnözők felelősségre vonása nélkül nem lesz sem felemelkedés, sem újrakezdés. De ehhez legelőször a szándékkel, az önök szándéka. Aki azt gondolja, hogy mi ebben a folyamatban megkerülhetőek vagyunk, az az egész nagy halmazból semmit sem ért, semmit sem lát. A haza pártja által képviselt, és felhalmozott ismeret és értékre nélkül nincs változás, és ez bizonyítást nyert az ön kudarcában is. Lemondásával egyidejűleg politikailag újjá is születhet, ha felkarolja a fente felsoroltak valós képviseletét, ha nem, akkor az ön nagy politikai karrierjének vége. Fontolja meg! Kásler Árpád vagyok, a hazapártjának elnöke, a kifosztott magyarok érdekének valós képviselője.